Ha viszek egy püst, addig meg. Ezt így gyönyörűen kivágjuk, de... Na ezek után, ha nem viszel egy püst, akkor is megöl. Azzal indítjuk a szezont jövőre. Akkor készülődünk lassan a mai naphoz, ami egy Bükszenkereszti miskolci móka lesz, kis városnézés és hegyi tereppel. Október 12, Nagy József és Kis József. Hát, beleszálltunk egy jó kis emelkedőbe. Bekapcsoltam egy kicsit a kamerát. Lesz egy kis szélzaj, ezért előre is elnézést kérek. A lényeg az, hogy Miskolc-Tapolcán parkoltunk, és akkor terv szerint 8 óra után egy picivel elindultunk. Most jelenleg a Diósgyőri vár felé átvezető kerékpárúton jövünk, a Varga-hegyről. És akkor nem megyünk a Diósgyőri vár felé, mert arra döntöttünk, hogy visszafele kezdjük el a trekket, és Bükszenkeresztre fordulunk majd. Szilvi, ezt itt neked mutatom. Szerintem minden szerzitek a nyersanyagot. Hova megy ez az út, Jocó? Bükszenkeresztre. Hát a patakban nem sok víz van, sőt inkább nincs víz. De milyen szépek a lehullott falevelek. Egy hatalmas turista csapatba futottunk be éppen, Bükszenkereszten járunk. Nem sokára reggelizünk egyet. Megy a lámpád? Kerünk, akkor nem fázunk. Hát az extra program az lett volna, hogy bejövünk ide, de 11 órakor indul csak egy vezetett túra. Egyébként nem kell fizetni, csak hogyha vezetett túrára jön valaki. Úgyhogy mi most ezt nem várjuk meg, megyünk tovább, de majd a családdal kell eljön úgyis a gyerkőcökkel, akkor lesz az igazi. Már a jobb kezem? Hidegtől? Nem. Még a múltkor is. Ja, a kis új. Én felülve jövök. Rövidítettünk egy kicsit. Egy nagyon extrém terepen. Rövid kék túra szakasz. Bükszenkeresztről lejön teljesen. Itt gyakorlatilag nem kell a múlton lejönni, hanem itt egy ilyen csapáson le lehetett jönni. Hát... próbáltunk nyerekbe maradni, többé-kevésbé, én nekem sikerült, jó volt. És akkor most megyek követelni, ott volt Lilafüred a következő állomás. A levonó, meg a felvonó! Hogy hadd látszódjon? Lilafüredre érkeztünk. Nézzétek meg a fehér sziklát. Fehér kősziklát. Hajdu Ferenc barátommal oda sétáltunk fel egyszer, oda vitt fel minket. Mert ő ilyen miskolci srác volt. És nagyon jó volt. Aztán utána már én is felvittem többször a
csapatomat. Valakit, aki egyszer azt mondta, amikor jöttem a családba, hogy van itt egy kilátó, nem is tudom, hogy egy 100 méter. Az volt az? Az volt az? Elment vele a délen. Elment vele a fél, de a fél nap elment vele, mire felértünk oda. De a gyerekek is följöttek, nyakba ölde. Lefele már aludtak. Lefele aludtak, az jó volt azért. Hát igen, Dorá szokott csúsztatni úgy óvatosan. Az tényleg szép volt, de az jó volt, sokan voltunk. Na, ez egyébként a Lillafréden a, nem a főút, hanem a belső kis szervízút. Itt is lehet jönni, ha már bringázol. Herman Otto emlékház. Itt egy pillanatra kimegyünk a főútra, aztán ismét vissza tudunk jönni. Nagyon jól nyomod. Zsófia kilátónál voltatok? Nagyon komoly kaptató volt, de az is jó volt. Na, Miskolci Lafőred, ahogy mondtam. Az ősszínei. Jaj, hát ott majd lépcsőzünk egy picit. Annácska Dorelke, nektek ez ismerős? A bazársor meg a kis vízesű. Mellé kiáld az ilyen nagy erejű fékezéseket, mert most csak egy kezem van. Jocó szemezik a hűtőmágnesekkel. De rül a poén, mert most már minden kell valami. Ezt majd kivágjuk. Na viszek egy püst, Andi meg lesz. Ezt így gyönyörűen kivágjuk, de... Na ezek után, ha nem viszel egy püst, akkor is megöl. Tessék csak! Sorry, boy. Zsófia kilátó mögötte, ugye? A kastélyszállónak. Látod? Pont mögötte majd mindjárt. Mennyire csinálod? Hogy érzed magad ezen a túrán, barátom? Ez jó túl. Igen, az én Lillafréd ómassámat áttervezted. Áterveztem a másik oldalra. Járhatóbra. Igen, mondjuk ez ennyi hosszabb lett volna, azt már ilyenkor már veszélyes bevállalni. Igen, hamar sötét van azon. De majd azzal indítjuk a szezont jövőre. Addig is a Jóci youtuber barátom ómassai videóját, a Skanzen videóját nézzük. Jöttünk itt Ómassa felé csak egy nagyon-nagyon rövid szakaszon, mert egy jó barátomtól tudom, hogy honnan lehet jó képet készíteni a kastélyszállóról, és úgy, hogy a tó is benne legyen. Úgyhogy most mutatom nektek ezt a kis pirike ösvény, ami nekünk lett kitapostva, ő általa persze, és a Jocó már ott lenn is van, az én jó barátom, mert
tudjátok, nekem vannak a legjobb barátaim, mindig itt vannak velem, olyannyira, hogy most én is itt vagyok vele, most inkább én vagyok a Jotróval. Na szóval azért kellett ide lejöjjünk, hogy itt le tudjunk ülni, és akkor nézzétek csak, azt a mindenit, megmutatom, hogy azért itt az élet még ilyenkor nem áll meg, itt van élet, nem is tudom, hogy csónakáznak a gyerekek, vagy ja, az egy fiú és két lány csiklókáznak. Gyerekeknek készült tartalom. Igen. Igen. Ez nem gyerekeknek készült tartalom. Mindenkit figyelmeztetünk. Milyen jó meleg van. Hát kellett már ez a kis kitérő, hogy egy kicsit megsüss fel a nap. Igen, ott nagyon fújt a szél. Egyrészt az is közre játszott, hogy akkor nem álltunk ott meg több időre. Azaz! Ő itt a helyi menő csávó. És ezt itt már 10 éve nem csinálják meg ezt a részt. Tudta, hogy hol kell mögállni. Ha majd mentek a Zsófia kilátóhoz, akkor itt le kell sétáljatok, és majd nem sokáig mutatom balra föl. Oké. Okay. Megmutattuk nektek a Szimva patakot. Ezen a szakaszát. Na nézzétek csak, mit mutatunk itt nektek. Egy mamut. Beérkeztünk már Miskolcra. És akkor egy pillanatra itten föl tűnt előttünk a vár. Egyébként most ez a cél, vagy ez a program, hogy megnézzük itt a várat kívülről, belül már voltunk. Várparkoló és a Rózsakert feléten jobbra tudunk majd menni, ha még megvan, egy időben el volt hagyva, gazdátlan lett. A vártól eljöttünk ide a tündérkertbe, de sajnos ennek a hányatatott sorsa van mostanában a tündérkertnek, de a parkot azt úgy nézem, hogy úgy, ahogy gondozzák, mert eléggé szép állapotban van még ilyenkor is, ugye a tulajdoni jogviszony, ami kérdéses sajnos. Ez valamikor egy olyan szuper volt, olyan szuper hely volt, kajáztunk, fagyiztunk, meg minden apróság, gyerkőcök örültek neki, nagyon hatalmas bulik voltak. A levendula milyen jól érződik. Vagy valamilyen, nem tudom mit, levendula illat volt. Várj, ez egy szó. Körhinta, szerintem át is jött a parkon a srác. Igen, mert szolgáltatás, mint a kis büfé,
fagyizó az már sajnos nem működik. Nincs sajnos, a szolgáltatásokban nem működnek. Az nagyon jó volt. Hát olyan lazanyát ettünk ott, apám, az anyját, milyen finom volt. Meg a terasz, a fa körül az a kiülő, az milyen szuper volt, ugye? Hát ez csúcs volt. Itt volt az Amcsi lakókocsi. Hát valaki magának akarta a területet örökbe, nem csak úgy, hogy bérbe. Elvették attól, aki csinálta, kb. Valami ilyesmit hallottam. Hát egy időben mi csak ezért jártunk bobozni, hogy tündérkertbe tudjunk jönni, kajázni. Azért nem egerbe mentünk, hanem csak ide. Ha itt tetszett a kaja nagyon. És újra a vár. Igen. Jó fog azt kinézni ezzel a márványlapokkal. Hát, nem számoltak a súlya szerintem, hát ez őrület. Na akkor újból itt vagyunk a sétálós utcán. Ugye tettünk egy pici kitérőt a tündérkertbe. Hát nézzétek meg ezt a gyönyörű gesztenyesort. Hát ez csodálatos. Kis étterem. Nagyon hangulatos szezonban. Azonban most szezonon kívül vagyunk. Róla van itt szó. Sajnos hamar kiérünk a valóságba, a panel világába. Megyünk itt kivéve kerékpárral, beszabad hajtani. Aj, de szép ez az épület is, azt nézzétek. Igen. A szebbik oldalt mutatom, jó? Nem a paneleket. No. Nézzétek meg. Az avasi kilátó Miskolcon. Egész magasat árbúca neki. Miskolc Tapolcától indultunk reggel. Bükszent László Bükszent kereszt. Onnan egy csapáson le Lilafüred. Hámorító Hámorítótól. Alsó Hámor. Diósgyőr. Diósgyőri vár. Tündérkert. Tündérkert után Miskolcon át Vargahegy. És most jövünk már vissza Tapolcára, de az avasi kilátóhoz még mondom, csak fel kell jönni. Jocónak benne is volt a tervébe. Úgyhogy akkor még egy extra programot tudunk nektek mutatni. A bükki füves ember, szegény Gyuri bácsink kertje után. Amit sajnos ugye nem néztem meg teljesen, de hát 11-ig kellett volna várni ott a vezetett túrára. Hamarabb nem lehetett bemenni, úgyhogy oda majd egy később időpontban eljövünk. Látod, mondtam én neked, hogy the earth is flat, de ez a jégfal, Mordor háta mögött, Asgard mögötte a külső jégfalon túl. Hát, sajnos nem tudunk kimenni. Úgyhogy vissza kell jönnünk az alsó szintre, nem sikerült a felső szinti kilátás. Semmi baj, beérjük ezzel is. Ez itt kimaradt. Katowice 273, Ostrava 267 km, és itt vannak a várak. Nézzétek meg a Diósgyőri várat. Itt abba az irányba, hol vannak a daruk. Nézzük az erőmű, az amúgy ott van, igen. Úgy néz ki, mint a ómasai kohászati akármi.
Cleveland, Egyesült Államok, 7026 km, mondtam én. Na hát ilyen a kilátás innen a vastról. Mondom nektek, hogy Kassához nem is olyan régen, nem voltunk ettől közelebb, kivétel mikor ott voltunk, mert innen is csak 77 km. Csúcs, milyen kicsi a világ, ugye? Nagyon jó a kilátás, nagyon tetszik. Hát sajnos a legfelső szint be volt zárva, azt nem tudtuk megnézni. Úgyhogy ennyi. Menjünk lassan, ugye, mert kezdek éhes lenni. Honnan indult a bicikli? Debrecen. Komolyan? Igen. Hát vetíteni tudni kell. Jó, de abban volt azért igazságtartalom, nem? No, elhagyjuk lassan az avasi kilátópontot. Visszafele jövet, itt nézzétek meg, vagyis hát, hogyha feljössz ki az avas hegyre, akkor itt van sportpálya, pumpapálya, mindenféle szuper dolog. Úgyhogy mindenkinek ajánljuk, aki szeretne jó időket eltölteni. Miskolci egyetemváros, hát ez a lenti része szép neki, a fenti része viszont nem szép. Gyárhoz képest szép, egyetemhez képest nem annyira volt szép a hátsó része. Erős a kontraszt a régi és az új burkolatok között. Kerékpártároló, velocipéd tároló, nagyon ötletes. Na én azt mondom, hogy nézzünk valami tápoldatot. Egyetem városból visszaértünk Miskolc Tapolcára. Innen már nem sok van az autó, ide még kajcsizunk valamit. A székelyek kaput vernek. Sikerült keretbe zárni a mai napot is. Azonnal visszérünk az autóhoz. Mennyi kilométerünk lett? Majd megnézzük pontosan. Pont ahol hagytuk, pont ahogy hagytuk. Kerékpár túrátoknak Miskolcon van vége, akkor mindenféleképpen a Corso pizzériát ajánlom. Nagyon fincsi pizzájuk van. Milyen pizza? Különleges pizzák voltak, extra pizzák. Egy jót kóstoltunk meg, a quattrót nagyon jó volt. Szóval, megyünk most már vissza. Itt is volt valami? Tele van aranyhallal és nagy pontja. Egy kissé kiöntött a patak vagy a víz. Kiöntött a tó.